A következő percekben sporthíradón következik. Köszöntöm a rájátszás mai adásának nézőit! Mai sporthíreink között kézilabda, labdarúgás, amerikai futball és úszás is szerepel. Tartsanak velünk a következő pár percben is! A hajdúszoboszlói KSK-e U14-es fiú csapata már a felsőházi rájátszásban vívja mérkőzéseit. A múlt hétvégén éppen hazai környezetben játszhattak a gyerekek két mérkőzést. Felemás sikerrel zárták a két találkozót Zagyba Tamás legényei. A fiúk U14-es bajnokságának alapszakaszában a csoportjában harmadik helyen zárt a HKSKE. Ezzel jogot vívott ki arra, hogy a felsőházi rájátszásban folytassák a versengést. A torna rendszerű bajnokság során az összes csapat egy helyszínre utazik egy adott hétvégén, ahol két-két mérkőzést játszik minden gárda. Három ilyen fordulón már túl is van a HKSKE. Ezek során, bár jól játszottak a srácok, mindössze egy győzelmet sikerült behúzni az öt vereség mellé. A hazai rendezésű tornát a hetedik helyről várhatta csapatunk. Előbb a Balmazújváros, majd a Fehér Gyarmat csapatával mérkőztek meg kézilabdázóink. Előbbi csapat a harmadik, míg utóbbi a nyolcadik helyen állt. A Balmazújváros ellenében a helyezési különbség ellenére jól játszottak megint játékosaink, de a végén bosszantó 4 gólos vereséget szenvedtek. Egy nyerhető mérkőzés buktak el, amelyen a második hétvégé elején egy hullámbölgybe kerültek, és onnan már nem volt visszaút. A Fehér Gyarmat ellen azonban sikerült javítani. Ráadásul volt is miért törleszteni, hiszen a felsőház első fordulójában 2 góllal kaptak ki a riválistól a Debrecenben rendezett tornán. Most úgy sikerült végül 1 góllal nyerni, hogy a találkozó folyamán többször is több góllal vezettek játékosaink. 2 forduló van még hátra a bajnokságból, amelyek során az élmezőny tagjaival és a közvetlen riválisokkal is találkozik Zagyva Tamás együttese. Március elején kiderül, hogy végül hol végez a csapat az U14-es gyermekbajnokságban. Gól nélküli első félidőt követően 2-1-es vereséget szenvedett a HSM múlt hét szerdán a Nyiradony ellen lejátszott mérkőzésen. A jó iramú találkozón a vendégek szereztek 2 gólt az 57. és 61. percben, amire Galgóci Péter válaszolt csupán a 75. minutumban. A hétvégén pedig egy újabb műfüves bajnokit játszott a tartalékosan felálló HSE a téli bajnokságban. Ezúttal a Derecske volt az ellenfél. A műfüves bajnokság 5. mérkőzésén a megyei első osztályban is rivális Derecske volt a vendége együttesünknek. Ami ezt a sorozatot illeti, itt is a HSE állt jobban a mérkőzés előtt, akárcsak a megyei első osztályban. A mieink 2 győzelem, 2 vereség mutatóval a 4. helyen álltak a 8 csapatos csoportban, míg a Derecske győzelem nélkül az utolsó helyen szerénykedett. Az erre a téli bajnokságra jellemző módon most is a fiatalok és a HSE 2 alkotta csapat próbálta felvenni a versenyt a riválissal szemben. A helyezési különbségek ellenére a vendégek voltak eredményesebbek. Már az első félidőben 2 gólos erőnyre tettek szert. A 33. és 38. percben tudott eredményes lenni a vendégkárt. A szünetben néhány helyen változtatott László Rihárd, de lényegi átalakítás nem történt. Inkább csak frissített a csapaton. Az egyik frissen beállt játékosunk Széke Imre volt, aki a 62. percben szépíteni tudott az eredményen. Igaz, addigra már nem 2, hanem 3 góllal vezetett a Derecske. A végeredmény is ez maradt. A 3-1-es vereség hatására már csupán az 5. helyen áll együttesünk. Ezen a hétvégén a 6. helyen eddig egy győzelmet gyűjtő Monostorpályival találkozik csapatunk. A mérkőzés szombat délután 14 órakor kezdődik a Sportutcai műfüves pályán. Az egy évvel ezelőtti meghíváshoz hasonlóan a Hajdúszoboszló Rhinos Amerikai Futball Egyesület idén is részt vett a Salgótarjában megrendezett Charity Bowl elnevezésű futballgálán. Amerikai focistáink 3 mérkőzésen léptek pályára, ám sajnos mindháromszor vereséget szenvedtek. Részsiker, hogy az első mérkőzésen Szűcs Zoltán egy safety-vel 2 ponthoz, míg Németh Rihárd a második találkozón egy touchdownnal 6 ponthoz juttatta csapatát. A következő tornán idehaza láthatjuk majd a játékosainkat a tavasz folyamán. A hajdúszoboszlói Dobos Dorottyát választotta a közönség a 2015-ös év legnépszerűbb női utánpótlás sportolójának a Hajdúbére Napló és a haon.hu közösen indított szavazásán. Dorottya korábban az Árpád Esze csapatában sajátította el az úszás alapjait, és itt is versenyzett, míg jelenleg győri színekben úszik. A hajdúszoboszlói származású tehetség sikeréhez gratulálunk!
A hétvégén több helyszínen is lehet szurkolni a hajdúszoboszlói sportolóknak. Utánpótlás kézilabda mérkőzéseket rendeznek a sportházban szombaton délelőtt. A teljes program, amelyben 6 mérkőzés lesz, reggel 9-kor kezdődik. A hajdúszoboszlói KSK két mérkőzését 11:30-től és 13:10-től lehet megtekinteni. Szombaton játszik a HSE is a műfüves bajnokságban. Csapatunk délután 2-től fogadja a Monostorpályi gárdáját. A programokhoz jó szórakozást kívánok, köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Friss hírekkel, információkkal természetesen várjuk Önöket a jövő héten is. A viszontlátásra!